Digitalizálták a turista útvonalakat Hargita megyében. A hegyi mentők munkájának köszönhetően az útvonalak 70%-át digitalizálták, és feltöltötték egy olyan honlapra, amely nagy segítséget jelent a túrázóknak a tájékozódásban és útvonalaik tervezésében. Fekete Őrs hegyi mentő, a Hargita megyei hegyi és barlangmentő szolgálat vezetője kapcsolódott műsorunkhoz. Őt kérdezem a fontosabb tudnivalókról. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt. Gondolom, hogy kint van valahol a borítéve, hogy van felöltözve. Hogy néz ki ez a honlap? Milyen információkat tartalmaz? Letölthetőek ezek az útvonalak? Hogy néz ki? Jó napot kívánok! Igen, hát éppen csak, hogy beírtam a műsorba, hogy tudjak becsatlakozni. Több része is van ennek a digitalizációs folyamatnak, hiszen már 2010-es években elkezdtük ezt a turistaösvény felújítási programunkat Hargita megye tanácsának köszönhetően, és azóta egy biztonságos hegyi turizmus program alatt fut az a programunk, amely most már a digitalizáció részéhez ért. Mostanig felújítottunk nagyjából olyan 2500-2600 km turistaösvényt. Ezt évente frissítjük, új jelzésekkel látjuk el, új táblákkal látjuk el, és ugyanakkor hegyi menedékeket állítunk, most már több mint 30 hegyi menedéket sikerült Hargita megyében felállítani. Sziklamászútainkat felújítottuk, kijelöltük új táblákkal, és hát most már elértünk arra a szintre, amikor ezeket az ösvényeket, ezeket a munkálatokat úgymond digitális formában is meg lehet találni, és én azt gondolom, hogy ez szinte egy eredménye a mostani munkánk az eddigieknek, hiszen tényleg egy hatalmas nagy erőfeszítés önkéntes és alkalmazott hegyi mentőink részéről, és most ez a digitális világ, ez már megköveteli azt, hogy digitális formátumban is, JPX és KML file formájában letölthető legyen a turista ösvény, és a turista úgy tudjon túrázni, hogy a saját okostelefonján követheti a túrájának az útvonalát, előre tervezhet, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hiszen rengeteg balesetet és rengeteg problémát megelőzhetünk ezzel. Volt-e sok baleset az idén, hogyha már ezt említi? Igen, sok dolgunk volt, még nem összesítettünk, de nagyjából olyan 6-700 baleseteknél szoktuk zárni az évet. Idén se lesz másképp. Volt egy könnyebb periódusunk a nyáron, amikor egy picit, mintha a turisták megértették volna azt, hogy papucsba és nem megfelelő öltözetben nem kell a hegyre menni. Aztán az ősz az ismét bekeményített, és ismét sok problémánk volt. Aztán én azt gondolom, hogy, és ez a digitális munka is azt vetíti előre, hogy az eltévedetteknek, az eltűnt turistáknak a száma az nagyon-nagyon lecsökkent. Én azt tudom mondani, hogy szinte az összhívásaink olyan 10% az, ami a turisták, eltévedt turisták által jönnek be hozzánk. Úgyhogy ez egy nagyon jó szám, és hát mi reméljük, hogy a megelőző munkának, a baleset felkészítésnek, ugye már a gyerekekhez kiállunk, és már ott tanítjuk őket, hogy kell viselkedni hegyi környezetben, akár erdőben. Alapvető elsősegély képzést is tartunk nekik, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a folyamatos, állandó munka lassan meghozza a gyümölcsét. Melyek a legkedveltebb túraútvonalak a megyében? Mindenképp a Gyíkostól környéki túraútvonalakról beszélhetünk az egyik legkedveltebb túraútvonalak kapcsán. Valószínű, hogy a Kiscohárd az egy nagyon-nagyon kedvelt destináció, de ugyanakkor a Vargyasztoros is egy nagyon kedvelt, és most már az elmúlt időszakban nagyon sok munkát befektetett turistaösvény. Érdemes ellátogatni oda, hiszen gyönyörű szép hidakon keresztül vezett az út egészen az Orbán Balázs barlangig. Ott is a fejáratot sikerült felújítani, ott a Szentegyházi hegyi mentőink munkáját dicséri ez. De ugyanakkor Hargita fürdőre, akár Bagolykő vagy Szent Anna-tó környékére gyönyörű szép turistaösvények vezetnek.
de lehetne sorolni itt, hiszen egyes kőtől elkezdve a Súgóbarlangig, vagy akár a Kelemenhavasokig mindenütt gyönyörű szép turistösvényeink vannak. Melyek azok a részek, amelyek még nem kerültek fel a honlapra? Több olyan rész is van, és igyekszünk ezt pótolni. Most jelen pillanatban egy országos pályázatnak köszönhetően a marosi vízi kollégáink közel 400 km turistösvényen dolgoznak. Ez remélhetőleg az év végéig felkerül, és hát azért van még tennivalónk a Görgényben is, még sok-sok olyan ösvény van, amit pótolni kell, és amit reményeim szerint az elkövetkezendő időszakban sikerül megoldani. Próbálják-e népszerűsíteni ezt a lehetőséget, vagy egyszerűen annyira kedvelt a vidék, hogy nincs erre szükség? Ugye említettük, hogy van egy honlap, megkérem a kollégákat, hogy a kéznél van, akkor tüntessék fel, hogy hol lehet erre rákeresni. Arról is beszélt, hogy hát gyerekekkel foglalkoznak, nyilván, hogy a prevenció az sokat számít ilyen esetben, közeledik a téli szezon, ezzel kapcsolatosan vannak-e javaslatai? A téli szezon az lassan, igen, kopogtat itt nálunk, hiszen a magasabb helyeken, főleg most egy picit esős is itt lent, fent már azért havas eső és hó is várható. Mindenképp azt ajánljuk és arra kérjük az ilyenkor túrázókat, hogy fokozottan figyeljenek, sokkal jobban fel kell készülni, mint nyáron. Rétegesen kell öltözni, ugyanakkor azt is vegyék figyelemben, hogy nagyon sokat rövidültek a nappalok, mindenképp fejlámpát vigyenek magukkal, hiszen bármikor egy hosszabb túra esetén ugye a sötétség az hamar-hamar jön most már. Hideg van, hirtelen jön az eső, nagy a hőmérséklet különbség, akár egy városban is, fenn a hegyen is. Ugye ez egy picit érdekes volt az elmúlt időszakban, hiszen a városban köd volt, és éppen ezért rengeteg turistát a jó idő kicsalogatott a hegytetőre, viszont ez csalóka tud lenni, hiszen a hegytetejére bármikor nagyon hamar leereszkedik a köd, és pillanatokon belül a kellemes túra az kellemetlené tud válni, úgyhogy mindenképp legyen megfelelő mennyiségű élelmiszer, víz, semmiképp ne fogyasztunk alkoholt, még az édes üdítőket sem ajánljuk, a víz a legjobb, és ugye hát a fejlámpa az egy nagyon fontos, annak figyeljünk oda, hogy megfelelően feltöltött akkumulátorai legyenek, vagy elemei, és ami még nagyon fontos, és amire ilyenkor ajánljuk, hogy figyeljenek oda, az a telefonjuk, hiszen ilyenkor hidegben gyorsabban lemerül az akkumulátor, próbáljuk meg annyit ne fényképezkedni, hanem tartsuk az akkumulátort olyan szinten, hogy tudjunk vele könnyen segítséget hívni, és hogyha baj van, akkor semmiképp ne hívjunk fel körbe kereken mindenkit, hanem próbáljuk meg azoknak a személyeknek segíteni, akik tényleg elindultak, hogy a segítségünkre legyenek, és próbáljuk meg csak azoknak felvenni a telefont, próbáljuk meg a többieket egy picit anyagolni, nem kell most körbe az egész családot, rokonságot, barátokat, mindenkit felhívni, hanem vigyázzunk a telefonunknak az akkumulátorára, hiszen hogyha sikerül ezt jó állapotban tartani, akkor tényleg a segítség könnyen jöhet, hamarabb jöhet. Szóval gondosan megtervezni, ebben segít az applikáció is, egyébként keressenek rá a Hargita megyei honlapra, a Fekete Őrsöt látták, hallották, sok sikert a további munkához, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen, én is.